Elismerő szavak és vastaps kíséretében vették át az új elismeréseiket a város díjazottjai. A Dombóvár közbiztonságáért, valamint az év kistérségi rendőre elismerő díjat a város vezetőitől és szolgálati elöljáróiktól vették át a díjazottak, immáron ünnepélyes keretek között. Nagyon örülök neki, hogy két év kihagyás után, hiszen 2021-22-ben pandémia nem tette lehető, hogy ünnepélyes keretek vagyunk át ezeket a díjakat. Remélem, hogy ez is már megszűnt, és minden évben lesz rá mód és lehetőség, hiszen nagyon fontosak minden ember életében, hogy a díjazás olyan körülmények között történik, hogy ez méltó legyen a díjhoz. A minden évben átadásra kerülő, nagy tiszteletben álló elismeréseket azok a szolgálatokban kiemelkedő személyek kapják, akik munkájukat kiemelkedő precizitással és hozzáértéssel végezték az elmúlt évek során. A díjra a szolgálatparancsnokok javaslata alapján vezetői kiválasztással kerül sor, és az idei évben Schreiber Zoltán, aki már 17 éve már az állományunk tagja, ő az eddigi tevékenységi alapján megérdemelten kapja ezt az elismerést. Dombóvár rendőrkapitánya dr. Pognár Szilveszter is elismerően beszélt beosztottjairól. Példaértékű kiemelkedő munkát végeztek a kollégák közül is, akik egyébként talán bárki megkaphatná ezt a díjat, de ők mégis egy picit többet tettek, és én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó szívvel ajánlottuk őket polgármester úr figyelmébe, hogy nekik szeretnénk ezt a díjat átadni, és örülök, hogy elfogadták a mi javaslatunkat, és a kollégák megkaphatták. Én úgy gondolom, hogy mindenki büszke lehet erre a díjra, és aki ezt megkapja, az elkönyvelhető, hogy érdemes tisztességesen helytállni ezen a igen nehéz területen, amit a rendőri munkának nevezünk. Az elismerések új birtokosai elmondták, büszkén és továbbra is hasonló odaadással fogják munkájukat végezni, csak úgy, mint az elmúlt évek folyamán is. 2014. március 1-e óta vagyok rendőr, Dombóvára 2015. augusztus 1-ével kerültem, azóta dolgozom itt, többek között közrendvédelmi területen, illetve most jelenleg bűnügyi területen dolgozom. Nagyon szeretem ezt a várost, és nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy a díjazásban részesülök, úgyhogy köszönöm szépen a bizalmat. Bogdánné, dr. Sári Mónika rendőrőrmester rendőrtársa, Tóth Zoltán, címzetes rendőr törzászlós, az év kistérségi rendőre elismerői díjat vehette át. Meglepett, 25 éve szolgálok a rendőrség kötelékében, jelenleg balesethelyszínen és balesetvizsgálóként dolgozok, és hát meglepett, és nagyon szépen köszönöm ezt az elismerést. És továbbiakban is mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy hülyen szolgáljam a rendőrség kötelékét. A tűzoltóság kötelékében szolgáló Schreiber Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester szintén a Dombóvár közbiztonságáért című díj büszke tulajdonosa lett. 17 éve vagyok szolgálatban, és nagyon szépen köszönöm a megtisztelő elismerést, hogy rám gondoltak a főnökeim. Ennek az ünnepségnek az apropójából, hogy elismerik a munkámat. A díjak átadását követően egy kellemes vacsora keretében folytathatták az estéjüket a rendezvény résztvevői.